Egyre keményebb hangvételű szópárbaj zajlik Bécs és Ankara között. Most éppen a török és az osztrák külügyminiszter üzengetett egymásnak. A minap Christian Kern osztrák kancellár jelentette be, hogy fel kellene függeszteni Ankarával az uniós csatlakozásról szóló tárgyalásokat az elbukott puccsot követő féktelen megtorlási hullám miatt. Mevlüt Çavuşoğlu külügyminiszter erre feldúltan reagálva egy tévi műsorban kijelentette, hogy az osztrák kancellárnak először a saját hazájában kellene körülnéznie. Egy ellenségesebbek az emberi jogokat és értékeket illetően. Azt is hozzátette, manapság Ausztria a szélsőséges rasszizmus fővárosa. Sebastian Kurz osztrák külügyminiszter a Twitteren válaszolt, visszautasította a kritikát, valamint önmérsékletre szólította fel török kollégáját és arra, hogy moderálja szóhasználatát és belpolitikáját. Ausztriában tavaly a balkáni útvonalon érkezett bevándorlók közül 90 ezeren nyújtottak be menedékkérelmet. Az éles szóváltás is jelzi az Európai Unió és Törökország közötti feszültségeket. Brüsszelt ez a márciusi uniós török migrációs megállapodás sorsa miatt aggasztja.